Egy pillanat és rajtam lesz, rajta fordulj el! Ne csap be, semmi bámészkodás! Na, fordulj! Várj, kérlek, inkább várj, megyek! Mi? És most? Mi van, Doki? Ne menj már el! Na, buta! Nem akartam levetkőzni előtte, végek! Úristen, ez így nem mehet tovább. El kell döntenem a dolgot. Igen, határozottnak kell lennem. Nem maradhat a közelemben. Jó reggelt, Saruman. Mi árad van ilyen korán? Uram, mindenképpen beszélnem kell önnel. Mi baj van? Látom, fel van dúlva. Maricsúj nem maradhat tovább a házamban. Nézze, túl sok vele a gondom. Én figyelmeztettem. Nem gondoltam bizonyos kényelmetlenségekre. Kérem, jöjjön el. Reggelizzen velem meg a feleségemmel. Köszönöm. Jó reggelt. Ó, hogy van Juan Miguel? Jól. Köszönöm, Cecilia. Foglalja a helyet, kérem. Köszönöm. Juan Miguel velünk fog reggelizni. Nagyszerű. Ennek örülök. Csak egy kis kávét kérek. Ó, ugyan már, hát nem éhes. Nem érzi magát, jól azt mondja. Problémái vannak a lány miatt, akit befogadott a házába. Micsoda érdekes véletlenek vannak. Az a lány tejet lopott, hogy odaadja az apácáknak az árvaházban. Ismerem a helyet, mert én is támogatom. Sokat beszéltünk tegnap arról a lányról. Az apácák nagyon hálásak a kedvességéért. Saruman úgy gondolja, hogy nem tarthatja tovább a házában. De akkor mit akar? Hát most keresem a megoldást. Az egyetlen megoldás, hogy megkapja a büntetését. Patricio, az ég szerelmére. Nem, börtönbe nem engedem. De nem mehet vissza oda sem, ahonnan jött. Megint elkövetne valamit. De tudom, kell lennie megoldásnak. Vagy miért nem hozza ide? Hogyan? Itt ellakad, Patricio. Engedd meg, hogy itt lakjon. Kérlek. Kicsikém! Jézus, Egek! Hála Istennek, hogy itt vagy! Vigyázz, mert elesek! Vigyázz már! És ha elesek, a ruhák, amit kivasalva hoztam, megint összegyűrődnek, és kezdhetem előről, és ráadásul... Igen? Cipelhetem újra! Nem, Kande! Nem, Kande! Nagyon hiányoztam, hallod? Olyan voltam, mint egy elveszett bárány. És hogy van Pajti? Alig, ha nem bolhás a zsivány. Egyfolytában vakarózik szegénykém. És látom a szemén, hogy szomorú. Mintha azt kérdezni, Wow, hol van a gazdám? Nagyon sajnálom szegénykét. Amikor ránézek, csak potyog a könny a szememből. Nem mondj nekem ilyeneket, mert a végén még én magam is elkezdek sírni. Azt pedig nem akarod. Nem. És te hogy vagy? Mesélj, hogy bánnak itt veled? Jaj, nagyon jól. Ha látnád a hatalmas szobát, ahol alszom, és az csak a vendégeknek van fenntartva. Na, ehhez mit szólsz? És nagyon szép. De mennyire, bizony, nagyon szép. Akkor az ágy benne, mint egy úszómedence. Ne. És képzeld, mi? Van egy külön fürdőszobám, csak az enyém. Csűha, nem mondod. És aztán a doki elküldött a húgával, hogy vegyünk nekem egy csomó ruhát. El tudod képzelni, Kande, milyen sok pénzt költött rám. De rajtad ugyanazokat a rongyokat látom. Hát.
Még nem fürödtem meg, de majd később. Na nem, később, aztán veszem fel az új ruhát, ha már tiszta vagyok, érted? Hát jó. Na jól van, jól van. Mondd csak. Igen, tessék. Eddig miért nem látogattál meg? Mert nem volt rá lehetőségem. Ezek a népek ebben a nagy házban szeretnek? Hát azt hiszem, igen. Csak egy van, aki ki nem állhat. Egy nő, úgy hívják Onélia. Nem tetszik neki, hogy engem idehoztak. Képzeld, ki is dobott. Jézus. Mit nézel olyan érdeklődve? A leendő férjemet. Á, igen, nagyon csinos. Igen, eléggé. De a legjobb, hogy gazdag. Hát akkor meg mire vársz, kisasszony? Gyerünk, indulás! Gyerünk! Várj csak! Így csinos, így jó lesz, mert... Köszönöm. Csak ügyesen. Te tudod, hogy mit kérsz tőlem, Cecilia? Igen, kedvesem. Ez egy szegény lány, akinek nincs hová mennie. Mondd csak, miért tartod akkora ostobaságnak, hogy megnyissuk előtte a házkaput? Nézd, ha nem ilyen ember lenne, gondolkodnék rajta, de őt nem. És ez a ház már nem a régi, most, hogy itt van Estefánia. Jó reggelt, Juan Miguel. Jó reggelt, Estefánia. Kérem, üljön le. A nevemet hallottam. Mit mondtál rólam, jót? Vagy rosszat? De bele kell törődnie a banyának. Mert a doki ennek a háznak az ura, nem de? És ő hozott ide engem. És hiába akar kidobni az a nőszemély, nem fog sikerülni, Kande. Nem hagyom magam. Hé, hey, kicsikém, mit gondolsz? Mit gondolsz, boldog leszel ebben a házban? Nagyon hiányzol nekem, Kande. És Pajti is. Az emberek a környékünkről, a barátaim, Anselmo atya is. De oda mehetek, ahová csak akarok. Akár elmehetek Linus tandjához is néha, és lophatok gyümölcsöt, ha ahhoz van kedvem. De nem is ízlik, Kande. Tudod, inkább csak beszélgetek. Leállok az újságosnál, de tudod mit? Ami a legjobban hiányzik, hogy nem piszkálhatom Kászildát. Hú, az nagyon... Mert nagyon jól érzem magam, és aztán elmegyek, és modellt állok a festőnek. És élvezem, hogy lefest. Csak úgy, csak úgy, csak úgy, Kande. De azt már nem teheted meg, lányom. Tartsd magad távol a bajoktól, kedves. Nem látom, mi ebben a rossz. Börtönbe akartak csukni azért a butaságért, amit a tejjel csináltam. Igen. De a doki kimentett, és szót kell fogadnom neki. Ha azt akarja, hogy mellette maradjak, akkor maradok. Érted? Senki nem mondhat rólad rosszat, kedvesem. Én csak védem a helyedet a házban, drágám. Maradj itt egy pillanatra San Románnal, Estefánia. Persze, örömmel. Bocsásson meg, Juan Miguel. Patriciónak és nekem beszélnünk kell. Gyere, menjünk, drágám. Juan Miguel. Tetszik a neve. Olyan nagyon férfias. Köszönöm, Estefánia. Képzelje, a szüleim bált rendeznek, hogy bemutassanak a barátaiknak. És persze magát is meghívjuk. Számíthatok rá, hogy eljön. A feleségem még csak nem régen halt meg. Értem, és maga gyászol. Igaz, nem szigorúan, csak ahogy a természet adja. Kérem, jöjjön el csak egy kicsit. Ha nem látom nálunk akkor este, nagyon szomorú leszek. Szeretném, ha barátok lennének. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hódolója lesz. Jól fogja magát érezni. Nem. Nem, mert mindet elcserélném magára. Nem, Cecilia, nem fogsz meggyőzni. Jaj, mi rossz van abban, ha menedéket adunk annak a szegény lánynak? Butaság! Nem fogom azt tenni, amiért annyit hibáztattam San Románt. De neked nemes szíved van. Nézd, tudom, hogy komoly vagy, de érzékeny is egyben. Kérlek, ne erőszakoskodj. Nem akarom itt látni azt a lányt.
Mári csújárva gyerek. Ott van az asszony, aki befogadta, és ha lecsukják, rá se lesz szükség. Kérlek, Patricio, nézd! Gondolj arra, ha nincs Izabella, a mi lányunk Estefánia is. Lehetne ebben a helyzetben. De kedvesem... Nézd, ez a Mári csúj sokkal szerencsétlenebb, és... Szomorú lenne, ha hátat fordítanánk neki, amikor bajban van. Pedig tudnánk segíteni rajta. Patricio, ha Isten visszaadta a lányunkat, háláljuk meg egy jó cselekedettel, és segítsünk ennek a védtelen lánynak, kedvesem.